A mai reggelem az ATV-nél kezdem egy titkos misszióban, Corvin TV-nél. Sziasztok srácok, sziasztok lányok! Izgalmas napra ébredtünk, hiszen Corvin Tibor barátom, mentorom, mesterem meghívott ide az ATV-be, mert majd nagyon érdekes videót fogunk csinálni. Most először körülviszlek itt ideget az ATV székházban, és kiválasztjuk, hogy melyik a legkirályabb stúdió a mai videónkhoz. Itt milyen műsorok forognak? Innen az egyenes beszél. Aha! Holnap pedig a heti napló. Tehát akkor újra köszöntök mindenkit itt ebben a mai videóban egy teljesen rendhagyó helyszínen, mert most tényleg a kulisszák mögé tekinthetünk. Ugye ez itt a reggeli startnak a stúdiója. Elképesztő helyszínen vagyunk, és természetesen itt ül velem Corvin Tibor. Szia Tomi! Köszi, hogy itt lehetek. Ugye mi még a Spirit FM-en keresztül ismerjük egymást, felkértél, hogy ezt a Corporation Z műsort indítsuk el, és azóta egy tök szuper ilyen közös projektünk évelt, és együtt építgetjük tovább a témákat és a vendégeket, úgyhogy először is köszönöm minden támogatást. Tibi az ATV-nek külpolitikai riportere, tudósítója, műsorvezető vagy az ATV-nél, csináltad te a CNN-nek a magyarországi bejelentkezéseket, amit mit voltál, hány néző? Hát ugye a CNN átlagosan 300 millióan nézik másodpercenként, most ugye az én konkrét bejelentkezésemet 250 millióan vagy 300 millióan látták, azt nem tudom, de nagyságrendileg ez a szám. De ez elmondanám a nézőknek, hogy nekem is csak egyszer adatott meg az életben, tehát nem néznek engem minden nap 300 millióan, de egyszer volt már ilyen. Ma azt fogjuk megnézni, hogy különböző politikusok, tényleg a világ első számú vezetői hogyan is öltözködnek. Én persze ezt stílus szempontból tudom felmérni, és különben el kell mondani, hogy Tibisnek a stílusa is elképesztően a helyén van. Tehát, de azért nem annyira jó, mint a tiéd. Ne csináld. Hát ugye amikor beszéltük, hogy megcsináljuk ezt a videót, akkor azt mondtuk, hogy akkor csináljuk a világ legillusztrisabb vezetőiről egy ilyen idézőjeles style check videót. Ugye arra gondoltunk, hogy az amerikai elnök, az orosz elnök, meg egy-két tényleg olyan világvezető politikus, akit tényleg az utca embere is ismer, és ugye ez a diplomácia világa. Tehát és a diplomácia világában az öltözködés az ugye azért is kiemelt fontosságú dolog, mert a diplomácia világában az öltözködésünkkel nem csak magunkat képviseljük, nem csak a saját stílusunkat képviseljük, hanem azt az országot is, aminek a képviseletében vagyunk ott. Ebből fakadóan ugye sokkal szűkebb az intervallum, az a keresztmetszet, amin belül mozoghat az ember a színválasztásnál, a ruhadarabok kiválasztásánál, az anyagok kiválasztásánál. Ugye sokkal jobban megvan ez határozva, szinte kőbe vannak vésve bizonyos írott és íratlan szabályok is a diplomácia világában. Amikor valaki hibát vét, vagy hibát követel, vagy esetleg egy-egy akár kevésbé fontosnak tartott ruhadarabbal is valami olyat tud csinálni, amit aztán az egész világ megír, és az egész világ odafigyel. Kezdjük egy stílusilag is eléggé vitatott személyiséggel, méghozzá Donald Trump-al, ugye ő az amerikai elnök. Én amit el tudok mondani Donald Trumpról, hogy teljesen, amit mondtál, megelőlegezem az, hogy teljesen az ellentétje, amit a stílusában képvisel, a merőleges ellentéte Barack Obamának. Donald Trump, ahogy mondtad, nagyon drága és nagyon finom anyagú öltönyöket hord, tehát ezek nem rossz minőségi öltönyök, viszont a szabásukat tekintve, az egész megjelenésüket tekintve teljesen old school. Tehát itt gondolok arra, hogy ezek a bővebb szabású, klasszikusabb szabású öltönyzakokat hordja, és olyan egyenes szabású nadrággal, hogy ma már egyébként olyat nem hordunk. Valahol olvastam egy híres New York-i stylistnak az elemzésében, hogy Donald Trump azt képviseli ma a politikában, ahogy kinéztek a 80-as években a New York-i tőzsdei ügynökök. Tehát ők hordták ezt a mindennapra használt, vagy sötétkék, vagy fekete öltönyt, egyenes szabású nadrágban. Igen, egy igazi Wall Street broker. Pontosan. Ez ma már ugye egyébként nem megy, tehát ma már azért, akinek van valamilyen szintű érzéke a divathoz, a stílushoz, inkább egy kicsit szabott, tehát szűkebben szabott öltönyt, jobban tud játszani az anyagokkal, a színekkel, még a diplomáciai kereteken belül is. Donald Trump fölvesz mindig egy fehér inget, és vagy egy kék nyakkendőt hozzá, vagy egy piros nyakkendőt, nagyon fontos.
Igen, kivétel nélkül hosszabb a nyakkendő, legalább 5 cm. Ez így kellene. Az, tehát, hogy ez az érdekes, ugye a nyakkendőről azt mondják, hogy azért akkor a legideálisabb, hogyha pont ugye az övedig ér, az övcsözödik ér. Hát az övé és az itt találkozásai. Pontosan. Ugye Trumpnak mindig egy jó percentivel tovább lóg, és egyre hosszabbá válik, tehát most még az évek során, hogy egyre nagyobb a nyakkendője. És nem is magyarázat. Pontos. Senki nem tudja megmondani. És valami nem tesz ellene semmit, pedig mindenki fel van rajta táborodva. Tudod, van ez a Broken Point nevű dolog a divatban, hogy valami olyan dolog van az amúgy tökéletesen összerakott szettetbe, ami megtöri egy picit. Lehet, hogy Donald Trump egy tudatos lehet, döntés, hogy 5 cm-vel hozzak a nyakkendője. Ki tudja, és külön igen, amit érdekes, amit mondasz, mert ugye Trumpnak van ez a legklasszikusabb lookja, leginkább ugye ez a sötétkék zakó, fehér ing és piros nyakkendő. Ugye ez különben egy ilyen patriotikus színválasztás, hiszen ugye ez az amerikai zászlónak a színei, tehát ugye ezt azért tudatosan választja. És különben Trumpnak ugye a bizalmi öltöny márkája, amit a legjobban szeret hordani, az a Brioni, ami egy milánói márka, és ami nagyon-nagyon meglepő, és számomra szinte hihetetlen, hogy ő különben azt nyilatkozta, hogy ő a Brioni öltönyöket ugyanúgy a boltból veszi meg, tehát hogy neki nincsen külön a Fehérházban. Pedig azt gondolná az ember, hogy pont az ember, aki odahívja a nappaliába a szabót, és így áll 3-4 órán keresztül is varják neki az öltönyöket. Tehát nagyon érdekes, amit mondtál, ezt a Brionit nem tudtam, és ez azért érdekes, mert Putyinnak is az egyik kedvenc öltönymárkája. Hát akkor itt egymás találkozunk. Majd később erről még lesz szó a videóban. Ami érdekességet még találtam Donald Trumpról, hogy képzeljétek el, hogy egyáltalán nem szerepel a farmer ruhatárában. Uh-huh. Tehát Donald Trump egyáltalán nem hord farmert, erről a felesége is nyilatkozott sokat. A Washington Post végzett ezzel kapcsolatban egy kutatást, és 1996-ban fotózták le utoljára Donald Trumpot farmerban. Ezt majd bevághatjuk a videóba, ezt a fotót, át tudom küldeni. Akkor is egy ilyen New Yorkban volt egy informális, valami jótékonysági eseményen. A komornyéki, aki 20 éve a komornyéki, azt nyilatkozta, hogy valóban nem hord Donald Trump farmert, egyetlen egy esemény van az évben, amikor ezt megengedi magának, az a teljesen privát, elvonulós évi síelése. A GQ hasonlította Trumpot össze, most hogy mondod, hogy mindig egy szettje van, és nem nagyon változtat rajta. Ugye az ilyen klasszikus ilyen rajzfilmeknek a főgonoszaival, akik ugyanabban az egy ruhában jelennek, hogy minden jelenetben, gondoljunk bele most egy grúfilmre, hogy bennyire ugye ezzel hasonlított össze ugye a GQ, hogy Trump ugyanúgy egy ruhában mindig ugyanabban jelenik meg. Ez érdekes egyébként, amit mondtál erről a rajzfilmes hasonlatról, mert erről írnak egyébként komoly szakírók is, hogy miért van az, hogy ennyire egysíkú Donald Trumpnak az öltözködése, és sokan mondják azt, hogy valószínűleg ez egyfajta magabiztosságot ad neki. Aha. Tehát az, hogy teljesen fixen mindig ugyanabban az öltönyben vagy, és soha semmi nem változik a megjelenéseddel kapcsolatban, az adhat egy bizonyos fajta magabiztosságot a tárgyalások során, a megjelenések során, és ne felejtsük el, hogy az amerikai elnök abban is kicsit különbözik talán a világ többi vezetőjétől, hogy ő egyben a hadsereg főparancsnoka. Igen, és ahogy mondod, ugye Trumpnak megvannak ezek a jellegzetes elemei, most nézzük az öltönyt, hogy akkor ugye a készfogása is, ami egy ilyen klasszikus, igen, most majd nem elátottál, de igen egyébként. Vagy rengetegszer csinálja azt, hogy így, és nem engedi el egyszerűen a tárgyaló partnerek. Igen, tehát hogy egy ilyen ezzel pont még két évvel ezelőtt, amikor nyáron voltam Oxfordon, ott volt erről külön, teljesen külön órák is, amikor csak erről beszélgettünk, hogy mennyire érdekes, ugye, hogy hogyan, hogy ez is egy ilyen mekkora hatalomjáték, tehát hogy ugye ez egyik fentről fogja meg, hogy akkor igen, a másik ezért. Minden mozdulatnak mindennek megvan egy jelentősége, és akkor ezek az érintések, hogy mindig egy kicsit többet, mint a másik, mindig kicsit a másik fölé kerekedni valamilyen szinten. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, tehát ez is egy teljesen különböző világ. Na, de ahogy beszéltük, Trumpnak egy teljes kontrasztja tulajdonképpen öltözködésileg Barack Obama volt. Pontosan, tehát Barack Obama, ami a formális megjelenést illeti, tehát ami öltöny nyakkendő világát illeti, majdhogy nem kifogástalan stílusa és megjelenése volt szinte mindig. És ugye, hogyha azt nézzük például, hogy Trump egy mennyire, tehát hogy egyrészt ugye, ahogy beszéltük, egy szettje van tulajdonképpen, ami hozzá nőtt valamilyen módon, és ez valamilyen szinten a személyiségre is kiad, tehát egy inkább egy ilyen sterilebb, szigorúbb személyiségnek tünteti fel magát. Most Obama itt teljesen különbözött, tehát hogy ő nagyon-nagyon sokszínű volt az öltönyeinél és a ruháinál, mindig
igazából másban jelent meg szinte. Ebben azért tegyük hozzá, hogy benne van a két embernek az adottság is. Tehát Obama egy sportosabb testalkat, ugye vékony testfelépítésű, jól álltak rajta ezek a szűkített öltönyök, jól állt rajta, hogy nem teljesen egyenes szárvon a drág, kicsit be van szűkítve. Nagyon jól használta a Barack Obama szerintem a színeket, uh-huh. és teljesen azokon a hagyományos kereteken belül, ami megengedett a diplomácia világában. De azért még emlékezünk meg arról a híres fotóról is, ami egy szintén egy nyaraláson készült Obamáról, hasonló szabású és színű farmerben, és egy valami, tehát én nekem az nem fél, én rosszul aludtam. Este megnéztem ezt a fotót, és nem tudtam kivenni a fejemből, egy bőr a szandál és papucs között félúton, de ez a fekete bőr, amit tényleg amit a piacon vesz az ember, olyanba. Nyaralás alatt amerikai elnökként és fotózták közben, és egyáltalán nem zavartatta magát. A zakogombod is ettől ilyet meg. Köszönöm, hogy erre felhívtad a figyelmet. Jó, szolgálati közlemény, valóban Tomi. Leültünk 2 darab perccel azelőtt, hogy elkezdtük fölvenni ezt a videót, és amikor így akartam begombolni, potty. Úgyhogy elnézést kérek ezért, meg fogom mondani a problémát, de most ez van. Egy kicsit beszéljünk szerintem arról, hogy mit is vagy Putyin, és ő hogyan is öltözik. Tehát neki volt ideig egy ilyen gúnyneve, ugye, hogy Men in Black, tehát egy elképesztően fekete és szintén egyszerű öltözkedési stílusa volt. Színén kicsit, mint Trump, csak ő ugye sokkal feketében még annál. És aztán szerintem egyre jobban kezdi levetni magáról, és egyre jobb irányokba elmozdulni, egyrészt ugye a formális outfiteinél, másrészt a hétköznapi viseleteinél is, tehát nagyon sok érdekes kép van róla. És szóval mi ugye beszéltünk Trumpról, hogy ő nem jelent meg 96 óta farmerben. Tehát, hogy Putyin itt ilyen szinten mondjuk az ellentéte, hiszen róla meg például olyan képek terjengenek a neten, ahol félmesztelenül lovagol a vízben. Úgyhogy itt is szintén vannak kontrasztok, de ez ugye a kultúrától is függ. Tehát, hogy Amerikában teljesen más jelent az, hogy elnök, és azért egy más milyen szerepe is. Politikai tekintélye van valószínűleg, mint Oroszországban, ahol sokkal inkább egy ilyen alfa hímes irányba kell valamilyen szinten elmozdulni a Putyinnak. Igen, ugye azt mindenképp érdemes elmondani Putyinról, hogy ugye a világ egyik legnagyobb és leghatalmasabb országának a vezetője, a tekintélye is a top 3-ban van mondjuk a világ vezetőit tekintve, és ő ugye úgy próbálja meg betölteni ezt a világvezető szerepet, hogy az imidzsében, a megjelenésében azt, amit kommunikál magáról, mindenképpen megpróbálja azt a látszatot kelteni, minthogyha ezt ő könnyedén tenné. Ezért ragasztották rá egyébként, hogy Putyin játssza James Bondot, és pontosan ezek miatt, az imidzsei miatt, vagy az imidzse miatt, hogy hol tenger alatt járóval merül le és úgy fotózzák le, hol az orosz tundrán lovagol félmeztelenül egy lovon, másik esetben éppen judózik, vagy jégkorongozik, tehát a legkülönfélebb vadászat közben lefotozzák, tehát a legkülönfélebb szituációkban tünteti fel magát, hogy ő egy olyan politikus, egy olyan vezetője a világnak, aki egyébként mindenben top, és mindig, ha megfigyeled, mindig kifogástalan és top a megjelenése. Mindenképp ugye az ő stílusa az azért eltér kicsikét ettől a protokolltól, tehát hogy ő belevisz egy kis szabadságot, és igenis különben szinte már per ponton ő is stílusikonnak számít, tehát hogy ő is például nyitott a streetwear felé is teljesen, van a Timati nevű orosz rappernek egy márkája, a Black Star, és ott is volt külön ilyen putyinos póló, és nem így véletlen volt, vagy nem gag volt, hanem Timati és Putyin igenis elvileg nagyon jó barátok, és jó haverok, mert miközben Timati ugye egy igazi gangster rapper ott Oroszországban, úgyhogy ő is azért ügyel arra, hogy elérje azért az új generációt, és be is dobok egy képet a pólóról, mert egy tök menő dizájnú Putyin ilyen töredezett arcképes póló, nagyon-nagyon jól néz ki. Egyébként voltál már Oroszországban, én jártam, volt szerencsém már Moszkvába járni, tehát amit lehet, azt megcsinálnak Putyin arcképpel. Tehát naptár, kulcstartó, póló, minden. Tehát nem tudsz olyat venni a moszkvai utcán, ami nincs rajta Putyin, hogy lehet ugye ez a rapper is azt gondolta, hogy akkor is bedől egy ilyet. De egyébként ebben van igazság, amit mondasz, hogy Putyin jobban nyit a leisure,
a streetveres világ felé, már ami a szabadidős tevékenységét. Egyértelműen Putinnak a shoe game-je, a cipő világa is nagyon helyén van, ugye a Ferragamo cipőket szereti talán a legjobban, ugye a Ferragamónak is van különböző sneaker irányzata is, és sneaker vonala is. Azért mondjuk el, hogy itt az egyik legkomolyabb olasz manufaktúráról van szó. Ugyanúgy, hogy a Brioni-ról beszéltünk, az öltönyöknél hasonló ugye a Ferragamo cipőknél, ugye Brioni öltönyök is, hogyha azért személyre szabottak, tehát ott is ilyen 8000 dollár környékétől indulnak el felfelé. Cipő is hát több ezer dolláros árkategóriában mozog. És nála viszont az elejétől a végig egy darab szabó várja meg az összes. Ez így igaz. És természetesen Putyin órái is hát több mint helyén vannak, ugye az egyik legkedveltebb darabja, ami az egyik leghíresebb, szerintem ilyen hétköznapi casual képén is rajta szerepel, az egy Langan Zöne Turbograf Pullemelit darab, aminek az ára sem csekély. Hát nem egyébként. Ez a darab, amit említettél, ez a legdrágább az ő kollekciójából. Ez félmillió dollárt ér, körülbelül az ugye 150 millió forintnak felel meg nagyjából. Neki ugye különös mozódása van a svájci órák fele. Azt mondják, hogy körülbelül 20-30 darab ilyen nagyon rendkívül értékes svájci órája van. Ehhez kapcsolódóan vannak egyébként sztorik is, amik megtörtént esetek. Például volt egy ilyen eset 2008-ban vagy 2009-ben, hogy elment Szibériában valami gyárlátogatásra egy kampányidőszakban, és ott ugye neki állt a fotósok előtt beszélgetni a gyári melósokkal, és mondta neki az egyik melós, hogy hadd adjon már neki valami szuvenét, valami emléket, amiről emlékezni fog arra, hogy találkozott valaha vagy Vlagyimir Putyinnal, és Putyinnál éppen nem volt semmi, egy ideig vacilált, hogy most mit adjon ennek az embernek, és végül fogta, lecsatolta az óráját, odaadta ennek az úriembernek, és amikor hazament ez az ember, akkor nézte meg, hogy milyen órát kapott. Ez egy több mint 2 millió forintot érő svájci Blancpain óra volt. Én azt mondom, hogy nézzünk el Észak-Korea felé, hiszen világ egyik legvitatottabb ország vezetője, Kim Jong-un, szintén stílusilag érdemesről beszélni, hiszen neki is azért megvan az a maga világa, és ő is világ legmeghatározóbb és legfontosabb vezetői közé tartozik. Hát így Észak-Koreáról beszélünk, aminek ő a vezetője. Észak-Korea alapvetően a legzártabb, legdiktatórikusabb ország. A harmadik generációs diktátor, tehát neki a nagyapja Kim Il-sung volt, az államalapító személy. Utána az édesapja Kim Jong-il vette át a diktatúrát, és ő 27 éves volt egyébként, amikor az apja meghalt, és ő lett a vezető. Az nagyon fiatal. Tehát, hogy 27 évesen át kell venned egy országot, azért az nagyon fiatal. És ugye különben hozzá kell tenni, hogyha már is stílusban beszélünk, tehát Észak-Koreában például a farmerbe van tiltva, a farmernadrág, mindenféle nyugatias haj, stílus szintén tiltott. Igen, ez ugye pontosan ezért, mivel ez egy kommunista ország, ezért minden nyugati szimbólum, a nyugati kulturális elemekből szinte semmit nem engednek be az országba, a divatból, a zenéből, semmilyen nincsen megengedve, és ugye ez meg is látszik az országnak a képén, tehát hogyha el lehet most már menni Észak-Koreába egyébként, elég sok pénzért, de el lehet menni, mindenki szürkébe, mindenki ez a semmilyen konfekció, amit az állami nagyágyban legyártanak, és mindenki abba járt, hogy semmilyen lehetőség nincs az öltözködésre. Holott egyébként Kim Jong-un maga középiskolás éveit Svájcban egy elitiskolában töltötte. Meglepő fordulat különben, amikor ezek ugye kiderültek, és akkor ugye a tanárai és az osztálytársai is megnyilvánultak, tehát hogy azért ezt kevesen számítottak. Na de én azt mondom, hogy tényleg beszéljünk a stílus elő és arról, hogy mi is van rajta, hogyan is öltözködik. Kim Jong-unnál azt látjuk, hogy azért mindenképp az elődjei, ahogy mondta, tehát a nagyapja és az apukája mindenképp a stílusára azért hatással volt. Tehát ugye Kim Il-sung, ő arról volt elhíresülve, hogy azért ő nyugati stílusú öltönyöket hordott, tehát maradt ennél a klasszikus vonalnál. Utána Kim Jong-il teljesen ezt a úgynevezett Mao öltöny stílust vette igazából át. Ezt hát amennyiben ezt lehet stílusnak nevezni. A szürke semmilyen szabású. De különben érdekes, hogy semmilyen szabásúnak tűnik, de különben a gomboknak is, az öt gombok is különböző jelentései vannak. Tehát igazából itt is van mögötte történet, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes. És azt lehet látni, hogy Kim Jong-un pedig évről évre egyre jobban kezd elmozdulni apjának a stílusától. Tehát, hogy ő is ebből a Mao öltönyből egyre jobban közelít évről évre szintén ez a nyugatias öltönyök felé, most már például nem is olyan régen egy ilyen szürke, teljesen Armani
kinézetem, ami szabású, elmenni stílusú öltöny volt rajta, egy ilyen elefántcsont szemüveggel, tehát ami igazából, vagy nem is elefántcsont, tehát egy ilyen csontlukú szemüveggel, egy csontkinézetű szemüveggel, tehát ami ideig elképzelhetetlen volt nálam. Igen, valószínűleg az van, hogy Kim Jong-unnál ez keveredik, mert ugye ahogy magába szívta gyerekkorától fogva, teljesen kommunista, semmilyen divat érzékkel nem rendelkező kultúrát, úgy szívta magában a nyugati kultúrát is Svájcban, például nagy Chicago Bulls rajongó volt. Igen. És mai napig megvan nála ez. Ugye Dennis Rodman például barátja. Nagyon ő maga személyesen nem veti meg egyébként ezeket a nyugati kulturális termékeket. Csak ugye viszont tovább az. Viszont ő ezt nem közvetítheti a saját országában. Tehát például azt mondják sokan, hogy ehhez jobban értő emberek, hogy ez a Mao öltöny is onnan fakad neki, hogy ez az 50-es években volt nagy divat Kínában, meg Észak-Koreában, kommunista országokban, és ő ezt azért hordja rendszerint, mert akkor érte Észak-Korea virágzását. Tehát akkor az észak-koreai gazdaság erősebb volt, mint a dél-koreai, ugye a rivális országok a gazdasága, és ezt a nosztalgiát próbálja közvetíteni a népe felé. Ez ugye egyre kevésbé állja meg a helyét, tehát nagyon komoly gondban van egyébként Észak-Korea. Igen. És ez most már látszik, hogy igen, vallotta, nem ilyen régen különben, tehát hogy ő maga is már nyilvánult. Igen, igen, de ő valószínűleg egyébként privátban, otthon a legkomolyabb nyugati luxustermékeket hordja. De is egyre jobban látszik, hogy egyre jobban kezdi ezt azért felvállalni, mert amennyire ugye neki megengedett, vagy amennyire még sejtelkezési szerinti imidzsének jót tesz. De igen, ahogy mondtad, egy nagyon nagy Chicago Bulls rajongó, érdekes sztori, hogy úgy lett Dennis Rodman egy legendás Chicago Bulls játékos a nagy barátja. Kim Jong-un lemondott Észak-Korea elnöki pozíciójáról. Mint fogalmazott, úgy érzi, innentől kezdve Chicagóban szeretné élni az életét, hogy minél közelebb tudhassa magát Dennis Rodmanhez. Hát, hogy ő mindig is nagy rajongó, és akkor meg akart először hívni Észak-Koreába Michael Jordan-t, aki nemet mondott. Aztán volt egy, nem is tudom, hogy pontosan melyik játékos volt, de azt is meg akarta hívni a Chicago Bulls-ba. Talán Pippen volt, ő is nemet mondott, és akkor jó, akkor Dennis Rodman, de viszont félek, aki egy őre viszont tudni kell róla. Hát jó. Akkor persze ő elmegy Észak-Koreába. Sőt, abból egyébként diplomáciai kavarodás is volt, óriási mert ugye azzal az üzenettel ment ki, hogy akkor ő most közvetíteni fog Kim Jong-un és Donald Trump között, tehát ő egy teljesen diplomáciai misszióval ment oda, hogy ő majd megoldja a két országnak a konfliktusát. Ebből annyi lett, hogy beült egy kosármeccsre a Kim Jong-un mellé, és hazajött. Hát ennek együtt lovagoltak, együtt moziztak, és öribarit lettek, de ezen felül igazából nem volt nagy diplomáciai hatása, de hát Dennis Rodman megtette, ami tőle telhető volt. Mégis a férektől ez teljesen normális. Ezt szerintem elfogadhatjuk. Úgyhogy hát szerintem tényleg, ami még egy, ami érdekes, ami még említésre méltó, az például a Harry herceg stílusa, hiszen ugye beszéltünk is róla, és például van egy kép, ami nagyon érdekes, ahol pont azért látszik, hogy ő kicsit azért egy ilyen lezserebb, flagmább stílusban mozog. Ő annyira nem tesz rendet hangsúlyt, hogy most pontosan mi van rajta, ugye pont ott, ahogy mellette a felesége ül, ugye rajta egy ilyen nagyon híres vegán márkájú cipő van, tehát hogy egy ilyen teljesen fair trade készült sneaker, rajta csak egy ilyen klasszikus, hogy beszéltük, egy ilyen az gazell, ami úgy semmi extra, egy jó klasszikus, de is egy ez ilyen bőlt farmerrel, pontosan. Tehát hogy egy ilyen nagyon kis, ami szerintem a gazell egy nagyon szuper cipő, hogyha jól kombinálod, ő itt igazából csak így lezser irányba ment el, és ahogy még mondhatnánk azt, hogy normkor. Talán valami fekete vagy szürke nadrág, valami széljöki van rajta. Hát is van, egyetokre bő farmer, szignes semmi extra vagy. Nem tudom, hogy jó, Harry Herceg akkor nem tűnik föl belőle sem. Mesélted, hogy Justin Trudeau például, ő a zokniaival közvetít és üzeneteket ad el. Vagy ugye visszagondolunk ugye Jóska Fischernek a híres eset, ahol egy sneakerben állt szintén a parlamentben, vagy pont most szintén voltak erre különböző példák. Tehát hogy mindenki kicsit megpróbál figyelmet felhívni magára, és valami újat elmondani vele, erre jó az öltözkedés, erre jó a stílus, erre jók a sneakerek. Úgyhogy szerintem stílusilag egy új irányba haladunk, és remélem, hogy politikailag is. Na hát, Tibi, köszi, hogy köszönöm szépen a lehetőséget ezen a mai napon. Mindenképp nagyon izgalmas témákat érintettünk, és izgalmas dolgba mentünk bele. Ha nektek is tetszett a videó, akkor mindenképp lájkoljátok, kövessétek Tibit Instagramon, benobom ide az Instagram nevét, és persze, hogyha már itt tartotok.
És hallgassátok Tomit a Spirit FM-en. Ez pedig a legfontosabb. Csütörtökön este 6 órakor hallhatjátok a Corporation Z-t a Spirit FM-en, az én új generációs műsoromat, szuper-szuper érdekes vendégekkel és témákkal. És a YouTube-on is, a Spirit FM YouTube csatornáján is vissza tudjátok hallgatni, plusz spiritfm.hu-n online is tudtok minket hallgatni, úgyhogy egy szuper izgalmas és érdekes projektről beszélünk itt. Ugye Tibi a Spirit FM programigazgatója, tehát egy nagyon-nagyon jó dologra beszélünk, és hogyha pedig szeretnétek még hasonló videót, vagy egy folytatást Tibivel, akkor írjatok meg kommentbe, mert szerintem mindenképp össze fogjuk hozni, mert lesz igény. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, Tomi! Sziasztok! Sziasztok!